A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége 1976 óta minden évben odaítéli valakinek az életműdíjnak számító elismerést. A díjazottak a természettudományi és közgazdasági területen végzett több évtizedes munkájukért kaphatják meg a Kabai díjat. Megtisztelő számomra ez a kitüntetés, hiszen törzsgyökeres nyíregyházinak vallhatom magamat. Pályám Nyíregyházához, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez kötődött, hiszen a főiskolán 45 aktív évet töltöttem el. Mindig fontos volt számomra családi indítatásból is az ismeretterjesztő, tudománynépszerűsítő tevékenység. Sok-sok előadást tartottam különböző témákban. Ezek közül egyik, amiért kék az ég és fehérek a felhők címet viseli, amelyből most egy részletet fogok tudni az érdeklődő megjelenteknek bemutatni. A díjra a METESZ felterjesztését a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés hagyja jóvá. Nagyon fontos számukra a civil szervezetekkel való kapcsolat. Van ilyenfajta stratégiánk is, amit végrehajtunk, és a METESZ-szel szoros együttműködésben, a fejlesztési terveiknél is minden esetben kikértük a civil szervezetek, így a METESZ véleményét is. És hát harmadsorban pedig olyan sok kárt szenved sajnos esetben, a sok esetben mai napság a tudományos gondolkodás, vagy a természettudományos gondolkodás és a természettudományos képzés. Egy-egy ilyen díjátadás is ráirányítja erre a figyelmet, hogy mennyire fontos a természettudományok szerepe az életünk. Ebben, az életünk minőségében, a minőségének az emelésben is, hát a sok esetben újjáéledő babonák és egyéb hát áltudományos jelenségek ellen is nagyon fontos a METESZ szerep, hogy ezzel fel tudjon lépni. A díjátadó ünnepségen elhangzott, Kabai János az egyik legjelentősebb személyisége volt a megye tudományos életének, ezért fontos, hogy az eszmélyiségét megőrizzük.